Ezt apukám hozta nekem, megmutatom, ezt még nem is mutattam streambe. Egy ilyen Rubik kocka type cucc, és úgy van, hogy vannak lyukak, és mind a lyukba azt a szint kell rakni, ja, át tud így nyomni, és tök satisfying, hogy átnyomod. És van egy lyuk, aminek nincs szín elméletileg, igen, itt, ezt kell üresen hagyni. Hoppá! Sikerült! Micsoda intro! Szervusztok, sziasztok srácok! Akármennyire hihetetlen, a tegnapi nap folyamán végre megjelent a Kreatív 2.0, vagyis az Unreal Editor. Lehetőségünk van arra, hogy az egyik PC-s barátunk például építi éppen a pályát, mi pedig PlayStation 5-ön ki tudjuk próbálni. Micsoda! Real-time tudja tesztelni a játékodat. A spanod. Te csinálsz egy játékot éppen, és real-time tud neked játéktesztelni valaki egy PS-en. Ez nagyon király. Ezzel az Unreal szerkesztővel pedig saját animációkat, saját textúrát, igazából Blenderen keresztül... Oh no, saját textúrát. Biztos, hogy ez olyan jó ötlet? Azt lehet, hogy ellenőrizni kéne, nem? Tehát akkor azt gondolom kell várni. Mert nem hiszem, hogy az Epic Games megengedni azt, hogy saját textúrákat tölts fel a szerverükre, úgyhogy nem ellenőrzik. Sex update? Hát, az lesz, hogyha nem ellenőrzik. Náci Németországban lövöldözünk Fortnite-ba, geci az Iron Man, meg a zombik harcolnak Hitlerrel. Hogyha Fortnite-on belül például lerakok egy lépcsőt, vagy építek valamit, a szerkesztőben egyből megjelenik. Mi? És mint mondtam nektek, Blenderből bármit be lehet importolni, ezáltal a magyar parlamentet is be lehet rakni. Micsoda! Például berakták az egyik Mario Kart pályáját a Fortnite-ba, végigjátszható a pálya. Menj már! De már raktak be FNAF-os animációt és karaktereket is, szóval készülgetnek a horror pályák. Na ne! De ha el akartok menni a Grove Street-re a San Andreasből, ezt is megtehetitek, ugyanis már egy San Andreas pályát is beraktak. Nem tudom, hogy ezeknek sajnos még nincs szigetkódja, de videókat lehet már talán Twitteren. Lesznek itt nagyon durva dolgok. Ghost Rider voltam. Sziasztok. Szia Ghost 4 Rider. Ghost 4 Rider. Én azt hittem egész eddig, hogy ő Ghost 4 Rider, de akkor Ghost 4 Rider. Oh, hell nah. Na jó, szerintem itt performance módot át kéne állítani DirectX 12-re. Oh! Az FPS-re vannak gondok, igen. Ó, oh, békák! Konkrétan meg lehet csinálni valódi játékokat a Fortnite-ba. Most ez a skin, amit választottam hozzá, ez meg nagyon átadja amúgy. Összeszedtem egy coint, mi a fasz? Elmegy a sárkány. Mi? Na jó. Kurva is, te, hogy nem Fortnite, ez valami modol szar. Ez Fortnite, én játszom! Megcsinálták a legújabb Unreal Engine-t. És most az Unreal Engine editorjában, amit csak PC-n lehet használni, már konkrétan lehet azt is, hogy te mondjuk följössz PS5-ről, és élőben teszteled a játékot. Tehát most én a számítógépről mit tudom, én fogom magam, lerakom azt a lámpát, akkor az nálad egyben meg fog jelenni PS-en, és tudod tesztelni a játékot, amit én csinálok éppen. Tékeljük a kulcsokat. Amúgy ilyen bara zenéje is van, meg minden, mi a fal? Oda slattyogok. Hogy fut? Goofy ez. Így fut. De most miért first personban vagyunk? Na nem. Azt a rohadt! Readbook? Na ne! Amúgy várjál már, a ray tracinget nem kapcsoltam be. Úristen! Bekapcsoltam az RTX-et, meg minden. Ezt nézd. De ez Fortnite. Nem, ez egy kurva ez konkrétan a Resident Evil amúgy. Jaj, ez összemegy ez a szoba! Mi csináljak? Turn on. Hú! Viszlát. Bro! Add már vissza. Ja, tönkre ment. Ember. Ez eszméletlenül jól néz ki. Hogy fut. Wow! Nézd! Hallod? No shot! Star Wars! Ez kegyetlenül jól néz ki. Itt az összes falon végigmegyek. Oh! Az én vagyok, meg! Haver!
Ráfogtam magamra a fegyvert konkrétan. Most gondolj bele, hogyha lenne a Fortnite-ba VR support, megcsinálnák. Csak az a baj, hogy azzal a Steam-mel együtt kéne működniük. Vagy a Zuckerbergékkel is. Ha jól tudom, az Epic Games egyikkel sincs jóba. És egyikkel se lenne szívesen jóba. Szóval nem tudom, hogy oldanák meg. De hogyha lenne a Fortnite-ba VR support, akkor el tudod képzelni, mennyi mindent lehetne csinálni? De az már nem Fortnite lenne. Az hiszen az Unreal Engine 5-höz, hogyha lesz VR support, már pedig fixen lesz. Na, az. Ugyanez az editorra lehet majd csinálni dolgokat. Szóval biztos megcsinálja valaki majd. Trooper leszek. Haver! Kovics meghalt. Nagyon laggol. Switchen biztos jó, két szürke kocka az egész. Ki kéne próbálni amúgy. Valaki jöjjön már fel Nintendo Switchről. Fotózza le, hogy néz ki a játék. Videózza le. Hogy tudok beszélni ingem? Szar vagy. Nagyon kemény, hogy ezután a komoly játék után így bedobja ezt a kis Fortnite-os bugyut a cuccot. Hát ennél a kód egy kicsit jobban fut amúgy nekem a gépemem. Fejjel, fiej. Az meg. Lehet lemótolt, geci? Ezt a kiseket a képen? Igen. Nekem is. Vagy nem tudom. Ja, azt hittem, hogy csak nálam, geci. Ez a busz, ez ott nagy amúgy. Kicsit oversized. Geci, hallom valakinek, hogy felrepül a számítógép a vágó. Én is. Láttak minden? Nem, faszol semmi. Zuhanunk mindannyian. Kinyitottam az árnyom. Hát ez jó volt. Ez mi volt? Ez a kreatív 2. Mert ha tilted. Játék ez laggol nagyon. Nagyon sokáig tart kinyitni lálát. Most fasz. Mi a fasz ez a kristály? Ez smoke. Hát ez nem olyan, mint a csébe, de van fönn valaki. Jaj. Szétlaggolom magam, kajak. Én erre nem készültem fel, hogy itt tryhardolni kéne meg ilyenek. Itt lesz a nagy fájtom. Ajaj. Ez nem jó így. 8 ammóval putkározok itt össze-vissza, mint valami idióta. Na, szépek vagyunk. Kiléptem. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.